foglalkoztak. Egy vallomással kell kezdenem. Ezt nem terveztem, de hogy az előző előadást hallottam, be kell vallanom, hogy én már többször is voltam szépségszalonban, soha nem önszántamból mentem, mindig a feleségem küldött oda, és borzasztó élmény volt minden alkalommal. Meg aztán kapunyítási pánikról is elég hiteltelenül tudnék beszélni. 30 évet töltöttem egy olyan iparágban, ahol az egyik elhíresült mondás az volt, hogy ha 35 éves korodra nincs legalább egy szívműtéted, akkor nem dolgoztál elég keményen. Én lehet, hogy így nem sokkal az első ilyen műtétem előtt 35 évesen világosodtam meg, minden esetre legalábbis a hivatásom tekintetében. Egy méregdrága öltönyben üldögéltem egy nagybank férfi mosdójának lehajtott WC-deszkáján, már vagy 10 perce. Ez volt az egyetlen hely a bankban, ahol legitim módon lehetett elzárkozni az ajtón kívül hömpölygő őrülettől. A WC-ben, ebben az abszurd nyugalomban egyszerre megértettem, hogy ez így teljesen, tökéletesen értelmetlen, nem ez a jó homo sapienshez méltó élet. Ez egyszerűen nem méltó hozzánk. Persze ez a megvilágosodás egy folyamat csúcspontja volt. Ugorjunk vissza pár évet az időben, egészen odáig, amikor megérkeztem a nagyszüleimhez az első céges autómmal, egy gyönyörű mézöld roverrel. Asztalos nagyapám félrehívott, és egyrészt megkérdezte, hogy ugye nem csináltam semmi tisztességtelent. Másrészt megkért, hogy magyaráznám el neki, mit is csinál tulajdonképpen egy bank, mit is csinál, ahol ennyi ilyen magas jövedelmekre lehet szert tenni. Nagyapám kérdésére megpróbáltam elmondani, hogy mit hív a banküzemtan delegált monitoringnak. Hogy teremt értéket az, amikor emberek, akik a folyó jövedelmüknél kevesebbet költenek éppen, rád bízzák a pénzüket, csinálj vele, amit akarsz, a betétesekről beszélek, hiszen ők úgysem értenek hozzá, nekik csak az a fontos, hogy biztosan és kamatokkal együtt visszakapják a pénzüket, majd a betéteiket odaadod olyanoknak, akik meg a folyó jövedelmüknél éppen többet szeretnének költeni. Beruháznának, vagy lakást vásárolnának. Nem annyira ment át a magyarázatom. Az viszont egyértelművé vált a számára is és a számomra is, hogy a szó valódi értelmében én nem nagyon csinálok semmit. Nem asztalos vagyok, aki rá tud mutatni egy munkadarabra, amin éppen dolgozik, hanem bankár. Ezt mostanában illik egy pár év óta szemlesütve kiejteni. Ráadásul lassan rádöbbentem arra is, hogy egy olyan világ létrejöttéhez járulok hozzá a munkámmal, amely aztán jó eséllyel megbetegít engem is, és a családomat is. Semmi fennkölt moralitás nem volt ebben a felismerésben, teljesen önző, teljesen individualista megértés volt. Hozzájárulni kemény munkával egy olyan világ létrejöttéhez, ami aztán megbetegít, ez tökéletes ostobaságnak tűnt. És most vissza a WC-deszkához. Ezen a ponton megkérdezhetnétek, hogy ha ott a férfi mosdóban ilyen világos lett a számomra, hogy milyen értelmetlen dolog, amit csinálok, akkor miért nem álltam föl akkor ott, és hagytam ott ezt az egész kapitalista világot? Nem akarok hipokrita lenni, nyilván ennek egzisztenciális okai is voltak. De volt egy ennél talán fontosabb oka, az a meggyőződésem, hogy minden ellenérzés ellenére a szabad piaci kapitalizmus az bizony működik. Ez az a koordinációs mechanizmus, amely a lehető legkevesebb emberi szenvedést hozta létre az emberi történelemben. Ha versenyeznem kell, az stresszes. Sokkal jobb, mint ha háborúznom kellene. WC-deszkán üldögélni is sokkal jobb, mint lövészárokban. Még talán hajléktalannak lenni is jobb, mint bevagonírozva. Mondják, hogy bevonzuk az életünkbe azokat a dolgokat, amelyekre akkor éppen szükségünk van, amikor megjelenik egy igény, akkor megjelenik hamarosan a megoldás is. Nekem szerencsém volt, el tudtam valakinek mesélni, egy nagyon kedves, nagyon bölcs mentoromnak, hogy mi az, ami a szakmámmal, a hivatásommal kapcsolatban egyre jobban foglalkoztat. Ő akkor hirtelen azt mondta, hogy hívjam fel Magyarország egyetlen értékalapú bankját. Akkor sem ezt a fogalmat,
Sem a konkrét bankot nem ismertem, és a 30 év iparágban eltöltött idő ellenére még a nevét sem hallottam soha. Most kérem, tegye fel a kezét az, ilyennek kell lenni. Aki otthon szelektíven gyűjti a szemetet. Wow! Teljesen nem hiszem el, de azért nagy részt elhiszem. Ide nyilván nagyon tudatos, nagyon környezetükért felelősséget érző emberek jöttek el. Bőven 60% vagy 70% fölött volt az arány így szemre, jobbak, mint Európában Németország vagy Ausztria számai. Most azt kérem, ez lesz az utolsó készfeltétel, hogy azok tegyék fel a kezüket, akik amikor volt valamilyen megtakarítani való pénzük, akár kis összeg, akár nagy, akár arról gondolkodtak, hogy betétet helyeznek el egy bankban, állampapírt vásárolnak, befektetési alapba helyezik el a pénzüket, vagy akár egyedi részvényt vásárolnak. És akkor, amikor volt pénzük és befektetési döntés előtt álltak, gondoltak már valaha arra, hogy legalább körülbelül, mihez járulnak hozzá a pénzükkel? A szemüveg nélkül nem látom, de azt sejtem, hogy csak a kollégáim. 1968-ban születtem, abban az évben, amikor ez a négy nagyon különböző szakmájú és nagyon komoly ember egy tanulmányban felvetette a befektető a betétes felelősségét, és azt, hogy erre a felelősségérzetre profitábilis banküzlet építhető. Hollandiában vagyunk, 1968-ban tehát. 3 évvel később létrejön a Triodos Fund, 2 évvel ezután a Triodos Bank, amely ma a világ mértékadó értékalapú bankja. A best practice, ahogy mondani szokták, abban az iparágban, amivel én mostanában foglalkozom. Egy olyan országban, Hollandiában, ahol világszinten is kiemelkedő mértékben érzékenyek az emberek társadalmi, igazságossági, esélyegyenlőségi vagy környezeti kérdésekre. A Triodos azt mondja az ügyfeleinek, a pénzedből épül a világ. Ez a marketing üzenete. A pénzedből épül a világ, fontos, felelős vagy azért, hogy ezzel a pénzzel mi történik. A Triodos és a hozzá hasonló értékalapú bankok úgynevezett triple bottom line impact pénzintézetek. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a bankok a profit termelésükön túl, és azokat megelőzve elsősorban arra koncentrálnak, hogy olyan valós gazdasági tevékenységeket finanszírozzanak a betéteseik pénzéből hitellel, amely vagy környezetileg, vagy társadalmilag, vagy egy általános széles értelemben vett jólét szempontjából a lokális közösségeket pozitív irányban befolyásolják, előre mozdítják. Vannak szerencsére más, a Triodoshoz hasonló misszióval rendelkező bankok is a világon, immár több mint 10 éve Magyarországon is. Ezek a bankok egy nemzetközi globális szervezetben, az értékalapú bankok szövetségében közös erővel váltanák meg a világot. De még azok a bankok is, amelyek a Triodoshoz hasonlóan gazdag, környezeti, társadalmi problémák iránt érzékeny társadalmakban csinálnak banküzletet, most még ezek a bankok is nagyon-nagyon kicsik a saját piacukhoz képest. Hagy mutassak néhány számot, egész pontosan 2. Az első szám a világ 4 legnagyobb bankjának a mérleg főszege. Az első 100-ét vagy az összesét ki sem mertem írni, nem hiszem, hogy látható lett volna az összes nulla. A második szám az értékalapú bankok, a világ összes értékalapú bankjának a mérleg főszege. Ugye szakmailag pongyolán, de a dolog lényege szempontjából helyesen azt mondhatnánk, hogy ezek a bankok ezt a nagyságrendű betétesi pénzt kezelik. Az arány 1/1000%. Ezért hát az értékalapú bankok
szövetségének nem is az az ambíciója, hogy, és nem is az a missziója, hogy ezek a bankok, ezek az értékalapú bankok naggyá válva növeljék a pozitív hatásukat a világban, nem az ambíciónk ennél sokkal nagyobb, és paradox módon talán sokkal reálisabb is. A működésünkkel, a sikeres, profitábilis és fenntarthatóan jövedelmező működésünkkel szeretnénk bebizonyítani, hogy ez a fajta bankárkodás, ez a másképp bank, ez jó üzlet. Az ambíciónk tehát az, hogy a nagybankoknak, a nagy pénzintézeteknek ne legyen értelmes másképp működniük. De ehhez rátok van szükségünk. A befektetői magatartást, a betétesi magatartást, a saját befektetői magatartásunkat kell gyökeresen megváltoztatnunk. Ha felelősnek érezzük magunkat abban, hogy a sárga kukába dobjuk a műanyag szemetünket, biztos érzitek, mennyivel nagyobb hatása van annak, ha felelősnek érezné magát egy egész társadalom, hogy olyan pénzintézetekbe, olyan pénzintézeteknél helyezze el a megtakarításait, aminek a hitelpolitikájából az következik, hogy sokkal valószínűbben finanszíroz naperőművet, mint fosszilis energiavállalatokat. Mert hát meg kell változtatnunk a pénzintézeti stratégiákat, hogy finanszírozható legyen a változás. Ez a szervezet jelmondata. Az a megközelítésmód, hogy a kapitalizmusból tudatos kapitalizmus legyen. Köszönöm szépen.